başka reklamı. Egyelőre bejelentés, kell egy csapat. Ennek a csapatnak az az embere, aki kimondta a jelszót, meghalt. Garas Dezső el. Nagy Navarró Balázs következik. Kell egy csapat. Magyarország! Drága barátaim, honfitársak, a köztársaság polgárai! 21 nappal ezelőtt egy kicsi óbudai telepen kezdődött meg a ma 22. napjában fordult éjségtelen. A közmédia Unikonda épület előtt. Itt vannak néhány a vészségszárkolók közül, és vannak, akik még ott vannak a Unikonda épület előtt. Tapsoljuk meg őket, tapsoljuk meg a kitartásokat! Huszonkét napja szakszervezeti vezetőknek, a közszolgálati televízió tisztességes munkatársainak és a hozzájuk csatlakozott civileknek azért kell éhezniük, hogy történjen meg a hírhamisító, hírcsaló felelősségre vonása, legyen valódi elszámoltatás, álljon helyre a törvényesség a közmédián belül. Eltökélt, becsületes és bátor civilek megmódulása ez, akik saját egészségük kockáztatásával egy kétségbeesett segédkiáltással akarták felhívni a társadalom figyelmét arra, hogy gyalázatos, döbbenetes dolgok történhetnek meg büntetlenül a közmédiában, hogy personon grata lehet közéleti személyiség vagy bárki, aki éppen nem tetszik a közmédia ura urainak. Ki hitte volna, hogy a rendszerváltás után 22 évvel, 22 napja éjségsztrájkot kell folytatni azért, hogy ne hamisítsák meg tudatosan a híreket, hogy ne éljenek vissza a hatalommal, hogy ne párt és kormányszolgálati propaganda eszköz legyen a közpénzekből fenntartott média. Gyalázat! 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 Az éjségsztrájk egy válságos pillanatra irányította rá a közvélemény figyelmét, ami egyben nyilvánvalóvá tette, hogy itt nem csak a közmédia tisztességéről, nem csak a sajtószabadság védelméről, de a demokrácia, demokráciánk alapjáról van szó. Ez alatt a három hét alatt a következetes civil kurázsi megtörte a hallgatás falát. Leleplezte a közmédia vezetőinek gátlástalanságát, a politikai irányítók arroganciáját. Kiderült, a felebaráti szeretet egyesek számára szentestén emelt kordon, ágos módszerekre emlékeztető kínzás, primitív leszámolást jelent. A késősztrájkolókat nem lehetett megtörni se fizikai fenyegetéssel, se ijeszgetéssel, se kordolok felhúzásával, sem munkahelyünk jogellenes elvételével. A békésztrájkolók mindenki békéseszközökkel és következetesen követelték, hogy teljesítsék jogos követeléseiket. Az éjségsztrájk 6. napján távozott az élő terror megtestesítő Élő Gábor hírigazgató, és leváltották a hírhet manipulátor Pap Dániel egyik főszerkesztő posztjáról. Kiderült, hogy jogosak voltak követeléseim. Kiderült, hogy lám, tudták, hol kell keresni az igazi felelősöket. Börtönbe velük!
maradtak ugyanakkor a végrehajtó, a kézi manipulátor, Német Zsolt és Eger István. Egyelőre még helyükön vannak, és helyükön vannak a jogsértéseket elkülő vezetők, Bőz István és Merénesi Csaba. A közmédia gyalázatát sajnos még nem sikerült betörölnünk arcunkról. Mindenkelőtt nyilvánvalóvá vált, hogy ezek az emberek csak a regnáló hatalom jóváhagyásával maradhatnak a posztjaikon, hiszen kormány oldalról senki sem követelt vizsgálatot, felelősségvállalást. Elképesztő, hogy a nyilvános leleplezés ellenére a közszolgálati média tovább folytathatja a manipulációit, miközben a rendkívül vitatott médiatörvénnyel létrehozott szuper hatáskörű médiahatóságnak egy szava sincs a történtekről. Miközben sérül a sajtó szabadsága, sérül a polgárok tájékozódáshoz fűződő joga, roham néptekben építik le a jogállamiság alapjait. Visszamerő hatályú törvénykezés, szerzett jogok elvétele, magányugdíjak lenyúlása, rokkantak és fogyatékosok megbélyegzése, korengedményes és előrehozott jogdíjak megszüntetése, szinte nincs nap újabb és újabb jogfosztás nélkül. A társadalmi és szakmai párbeszéd hiánya, a szavazó képviselőjeztett törvényhozás, a fékek és ellensok rendszerének szisztematikus felszámolása, a hatalmi arrogancia, a független intézmények megszállása vagy hatáskörének csökkentése a demokrácia létét veszélyezteti. Nem engedhetjük, nem tűrhetjük. December 31-én a hatályos alkotmány utolsó napján el kell gondolkoznunk azon, mi történt velünk, miként juthattunk ide. Kinek a felelősség ez? Hol a politika jelét, hol a társadalom, hol az egyén felelőssége? És mit tehetünk mi civilek, hogy ez a helyzet megváltozzon? Összetartás! Meggyőződésem, hogy az elmúlt két évtized politikai hazugságai, a politikai és gazdasági élet arroganciája, a kis emberek semmibevétele, megalázása, kiszolgáltatott helyzete, a politikai pártok egyrészt által tudatosan gerjesztett gyűlölködés, megosztás az, ami ma megdermesz ki a magyar társadalmat. Barátságokat, családokat, szervezeteket gyújt szét a gyűlölködés, ami miatt nem elég erős a szolidaritás, az együttérzés, ami miatt nem háborodunk fel, csak legyintünk az újabb hazugságokra, az újabb önkényre. A demokrácia igazi halála nem az, amikor az önkény meg akar fosztani tőle minket, hanem amikor ellenállás nélkül lemondunk jogainkról, nem teszünk semmit jogaink védelmében. A politikai gazdaság jelét a jelenlegi kormány hatalomészsége mellett nem megkerülhető az egyén felelőssége sem. Miért küldjük a jogtiprásokat? Miért nem emeljük fel szavunkat a hamisításra, csalásra utasítanak? Miért választja a többség a megalkuvást és viseli inkább szégyenérzéssel a megaláztatást? Ne tűrjük! Ne tűrjétek! Ne hagyjuk! 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 Ne sokakkal hallhattam, hogy támogatnak minket, de nem lesznek itt. Mert félnek. Nem félünk. Félelem éri meg a lelketet. Egy volt tanítványom még ennél is döbbenetesebb dolgot mondott, külföldre készül, és azt mondta, hogy most már nem is akar mélyebben ezzel az országgal, saját hazájával foglalkozni. Mi történik itt? Hova jutottunk? A fiatalok inkább máshogy keresnek boldogulást. Miért legyintenek sokan? Miért mondják azt, hogy a pártoktól, politikától már nem várhatunk úgyse semmit? A vésésztrák nem mehetett volna így, nem juthattunk el
a 22. napig, ha nincsenek önzeten támogatók. Ha nem kapjuk a meleg italokat, a meleg ruhákat, lakókocsikat, ha nem jönnek oda százak és százak, sokkal több száz kilométert utazva. Nagyon is tudjuk, hogy a részségtárg egy kivételes eszköz, mint tiszteljük az emberi életet, az emberi méltóságot. Ez egy kétségbe esett eszköz, amivel csak nagyon ritkán vészhelyzetben élhet az ember. A cél soha nem az volt, hogy emberi életeket veszélyeztessünk, hogy valakiknek, társainknak, támogatóinknak maradandó egészségügyi károsodást okozunk. Ezért jelentettünk meg, hogy bőrűrő éjségsztrájk lesz, ezért váltják le fokozatosan az önkéntes éjségsztrájkolókat a végedben terítettek. Helyes! Parancsával mi is félreállunk. Akik követték a példát, akik egy része itt van, más része pedig a Kurubunda, úgyha 64 előtt őrséget áll, hogy nehogy még egyszer megtörténjen az a gyalázat, hogy éjségsztrájkolókra biztonsági emberek támadnak és megpróbálják erőszakkal eltávolítani őket. Szégyen! Kényes hatalom mondja meg, hogy hol, mikor, hogyan élhet egy demokrata demokratikus jogával. Ezért az a hely, ahol elkezdtük az éjségsztrájkot, az a hely ott fog maradni. Ott leszünk, a demonstráció folytatódni fog egészen addig, amíg a követeléseinket nem teljesítik, és ha kell másút is megjelenünk, barátaink jönnek, Az látható, hogy a tovább lépés a hatalom ellenállása miatt a régi eszközökkel már nem lehetséges. 2011. decemberében azt kell mondanom, majdnem két évtized közmédiás tapasztalata munkája után, hogy megszökt Magyarországon az igazi közszolgálati média, a szakemberek jelentős része megaláztatás után jogsértően egy részük elment, elküldték őket jogsértően, a hírcsalók, a hírmanipulátorok ellen fellépőket megfenyegették, megzsarolták, vagy az utcára tették. A bent maradókat kizsigerelik, félelemben tartják az érdekvédőket, szakszervezeteket megosztják, vagy megveszik. A jelenlegi közszolgálati média regnáló hatalom propaganda eszközévé silányul. Változtatásra csak egy alternatív médiarendszer kiépítése lehet a válasz, hiszen a politikai komisszárokat, ejtőernyősöket, elmozdítások esetén hasonló követik majd. A tiszta kezek mozgalma a civilekre, az alulról jövő kezdeményezésre épít. A felülről megpróbálják lebontani a demokráciát, elvenni tőlünk az alkotmányt, megfosztani minket a sajtó szabadságától, akkor mi ezeket az értékeket alulról újból felépítjük. Éjjel! Éjjel! Nem hagyjuk, hogy elvegyék tőlünk a közintézményeket, megfosszanak bennünket a közmédiumoktól. Nem hagyjuk! 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 Éjségsztrájkkal sikerült áttörnünk a hallgatás falát. A civilek támogatásával
a kordonok is ledöltek. Lassan, lassan, de biztosan a félelem is elmúlik. Egyre többen vagyunk. Egyre többen mondjuk azt, hogy elég volt. Tiszta kezek ledöntötték a kordon. Tiszta kezek megvédik a sajtó szabadságát, és megerősítik a demokráciát. Ahhoz, hogy a társadalom széles tömege is mellénk álljanak, az egész közélet megtisztítása szükséges. Hogy elhiggyék, mi nem a hatalomra törünk, a mi célunk egy tisztességes, demokratikus európai Magyarország megteremtése, ahol az emberek szeretnek élni, ahonnan nem elmenni akarnak, hanem boldogulni. Korrupt rendszerben nem érvényes, nem érvényesülhet a jogállam, nem gyakorolható valójában a demokratikus szabadságjogok. Ezért, ahogy megtörtént ez Olaszországban, náluk is szükség van a közélet jogállami eszközökkel történő megtisztítására, a levítéznek gazdasági és politikai elit leváltására, korrupt emberek felelősségre vonására. Egységes közszolgákat, valódi demokráciát, kirekesztés nélküli társadalmak, erős civil szférát szeretnénk. Elég volt a hazugságokból, a megaláztatásból, szerzett jogaink elvételéből, elég volt a megfélemlítésből, elég volt az önkényből, elég volt! Az elindult civil tiltakozás meghátrálásra kényszerítette a közmédia kis királyait. Ez bizonyította, hogy társadalmi összefogással, szolidaritással az önkény nem tud mit kezdeni. Nagyon fontos, hogy ma a hatályos alkotmány utolsó napján fogjuk meg egymás kezét. Fogjuk meg. Érezzük, hogy együtt erősek, legyőzhetetlenek vagyunk. Valószínűleg kaptam közben Csengely Vértesnek a szavára emlékeztető, nem gondolta volna, hogy 23 év után ismét aktuális lesz az a beszéd, ahol idézni fogok, amit 89. március 15-én mondott az MTV-re. Tőlünk ne félj se senki a televíziót. Nagyon fogunk rá vigyázni, mert a miénk. És ugyanígy ne félj se tőlük senki Magyarországot. Nagyon fogunk rá vigyázni, mert a miénk. Ez itt Magyarország. Mi itthon vagyunk. És amikor az ország jövőjéről beszélünk, és arról beszélünk, ami a miénk, azért vonultunk ide, hogy ezt most külön, erős hangsúllyal a magyar televízióról is elmondjuk. Ki akarjuk nyilvánítani, hogy a televízió a nemzet tulajdona, nem a kormányi. És azt is, hogy egy tulajdonjogot a jövőben érvényesíteni kívánjuk. Szabad sajtót, szabad rádiót, szabad televíziót, mondta Csengely Dénes 23 éves. És erre én csak egy néhányan tudok én sem tudok már sokat hozzátenni, csak az, éljenek a vészségsztrájkolók. A tiszta kezek mozgalma. Éljen a sajtószabadság. A demokrácia. Köszönöm, hogy eljöttetek.
Én nem tudtam, és soha nem is jutott eszembe, hogy ma itt leszek. Hogy én sejtsztrájkolni fogok, erre sem gondoltam sohasem. Sőt, mielőtt elkezdtük volna, még kimerítettük a tiltakozás összes hivatalos formáját, minden adminisztratív kategóriát. De nem kaptunk választ, vagy amit kaptunk, az maga volt a jogtalan, pökhendi cinizmus. A közmédia feladata a hiteles, pontos tájékoztatás. A közmédiában dolgozó szerkesztő riporterként én mindig ezt tekintettem elsődleges célomnak és feladatomnak. Persze adót adnak mindig nehéz helyzetek, vagy esetleg kétértelmű helyzetek, de a hírhamisítás, a manipuláció az nem az. Ezek számomra vállalhatatlanok, és azok is maradnak a továbbiakban is. Ezzel az éjségsztrájkkal mi megpróbáltuk lemosni a közmédia becsületének egy gyalázatot. Hogy az állampolgároknak, a nézőknek, a hallgatóknak ne a manipulációt, a valóságot semmibe vevő hírek jussanak. És ebben nem maradtunk egyedül. És köszönjük szépen! Mi köszönjük önöknek, hogy maguk a civilek, a nézők, a hallgatók álltak mellénk. Önök nélkül ezeket a heteket, vagy egyáltalán napokat nem lehetett volna kívülni. De ezt megtettük. És lesz folytatás is persze. Szóval nem tudom mindenkinek név szerint megköszönni, de ez talán jó is. Csak engedjék meg, hogy hadd köszönjem meg még egyszer, és kívánjak mindenkire becsületes közmédiát, tisztességes tájékoztatást, és bátorságban, egészségben gazdag új évet. Köszönjük! Köszönöm.